Dávid János! Dávid János, dombovári versenyző, érkezik a pályára, dombovári lovas egyesület, egyik alapítója, egykori elnöke, kitűnő kettes fogott hajtó. Hetény egyháza, veterán, hajtás, pályahoz 260 méter, 198 másodperc az alapidő. Vagy a Varga Adrián, bocsánat, annak fog a tulajdonosa. Apollo és Mesterháza Nónius Norbert, a fogadban nem már van egy pályán. Apollo, a nyerges, tehát a baloldali ló, a fogadhajtó szemszögéből nézve a nyerges, a kisméri fej helyen, Apollo néve hallgat, 16 esztendős ló, és Mesterháza Nónius Norbert, egy 10-esztendős fekete Nónius Herjel, ő a jobboldali, a rudasló Galambos Sándor készített a gavallérkocsit. Dél-Dunántúl kétszeres bajnoka, egyszeres második helyzetje, és az országos középmezőnyben volt fél korában Dávid János annak idején, és itt említettem, hogy sokáig a Lovas Egyesület elnökeként is tevékenykedett. Ezt a fogadot már láttuk korábban, Varga Zsoltán. Melyik az Osor Egyes? A hajtásában és a most segédhajtóként helyet foglaló Varga Adrián, aki a napjainkban ezzel a fogattal versenyezés kitűnő eredményei van a felső-dunántúli régióban. Jól tettek. Még a vénből, én nem benne. A vén ember. No, hát visszatérve, itt elkezdtem korábban a magyar hajtóderbi győzteseket fölidézni 82-től kezdődően. Ott hagytam abba, hogy Kecskeméti László két alkalommal volt, 2003-ig Lázár Vilmos 2-4-6-8-9 alkalommal, és azóta is folyamatosan Fehér Mihály egy alkalommal, Benkő Sándor 94-ben, Lázár Zoltán 95-ben, és azóta nyilvánul Nyúl Zoltán 2002-ben, Károly Norbert 2004-ben, Pózsi Károly 2005-ben, Sejben Zsolt 2006-ban, Kovácsok 2007-es, Farkaslár 2008-ig, vannak meg az adatok. Magyar kettes fogadhajtó bajnokok voltak, 79-ben Stana István, 80-81-82-ben Bozsik József, 83-ban Fehér István, Toldi Sándor, 84-ben Kecskeméti László, 85-ben Fehér Mihály, 86-91, Kis Zoltán 87, Szegedi Gábor 88, 2007-ig Lázár Vilmos 2-4-6, 8 alkalommal volt, Molnár József 1 alkalommal, Muszkán István 1 alkalommal, Berkő Sándor 1 alkalommal, Lázár Zoltán 2003-ig 3 alkalommal, Lika Gyula 1 alkalommal, Múl Zoltán 2-1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 -
bővült a lista. Aztán elindult a maga elé. De aggódom el tudom, hogy a jótnál valóban egy borra fönnyesek. Kettesugathajtó világbajnokságokon, éjjében és csapatversenyben dobogós helyeken a következő magyar versenyzők voltak. Egyéniben és csapatban Kecskeméti László, Fehér Mihály, Szegedi Gábor, Lázár Vilmos, Lázár Zoltán, Júl Zoltán, Hegedűs Imre, Kodi Károly és Sejmen Zsolt. 2.14,7 másodperc, 8,35 hibapont jár az időtúrlépésén, és Dávid Jánosnak verőhibája nem volt, tehát a végeredmény 8,35, ugyancsak egy olyan fogat, hogy jól van. Ez a Sportbarát
bocsássák kérem! Jöttem keretiházon. Janikám, mindenről felvétel készül, kompromittáló képek készülnek, tehát ezeket majd nyomjuk fel a YouTube-ra, Facebook-ra, mindenhova. Aztán majd az asszonyra megbeszéljük. Aki egyébként...